Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak? Fécsor Zoltán, az Fifika. És Pifkó Krisztián, alias Mujó. Iszonyat rohanás volt az életem hazafelé. És ez... tiszta ciki, nem nekünk tudtam... Nekünk nem úgy tűnt. Nem tudtam, hogy ma ilyen jeles esemény lesz, hogy finn-magyar a Grupama arénában, úgyhogy iszonyat sok rendőr, még több szurkoló, és rohadt nagy dugó a környéken, úgyhogy de gyűlölöm az ilyen napokat. Egyébként szép volt az aréna kívülről. El se kellett volna indulnod otthonról reggel. Na hát én is ezt mondom minden nap, mikor elindulok, de valahogy mégiscsak be kell menni. Kell az a rohadt pénz. Hogy legyen szép új telefon. És kiszolgáljam a kapitalista vágyaimat. Na! Veletek mi történt egyébként? Hát azon kívül, hogy rád vártunk, semmi. Jó, ezt hányszor... Én ettem egy fél pizzát. Ezt akarom mondani, hogy ezt hányszor fogom még megkapni, hogy ahányszor mi a Mujóra vártunk, szerintem bőven belefér. A Mujóra várni megint más, Charlie, tehát... Érted, a célszemély nem mindegy. Ja, értem, hogy valakitől megszokjuk, valakitől meg akceptálhatatlan, mert... Így van, mert nem szokta ezt csinálni, hogy beleszaladgál a finn-magyarba. Én meg azt hittem, az valami áruház, mikor írtad, hogy belefutottam a finn-magyarba. Mondom, ez megint shoppingból. Én sem értem, nem vagyok otthon focitémában, úgyhogy én sem értettem. Ennyire hülye vagyok a focihoz. De egyébként nem csesztetünk, Charlie, igazából alig 1,4 órája írtad, hogy már csak 5-10 perc, úgyhogy nem vártunk sokat. Most ez a csend, ami volt... Abból az időlassítóból kérünk mi is, aminek. Ez a csend, ami volt, ez a számoljál 10-ig volt. Nagyon gyorsan számolok fejben. Találkozunk mi még. Na, viszont történtek érdekes dolgok. Annyi témánk van, hogy csak na, mert egy csomót áthoztunk például múlt hétről is. Szerintem ez a világgazdaságos cikk is talán egy hasonló volt, mert mondom akkor én, aztán majd ráfűztök ti is, mert ugye ez a cikk azzal foglalkozik, hogy Magyarországon ugye egyértelműen gyógyszernek minősül a nikotinos e-cigaretta, és ezért ugye már az is képben van, hogy patikában fogják árusítani, ami már megint egy agyrém, mert miért? Mennek a betűk a szemem előtt, és csak ilyeneket látok, hogy amennyiben nikotin tartalmaz gyógyszernek minősül, vagyis nem forgalmazható dohányboltban, miért akarnám dohányboltban forgalmazni? De az elektromos cigaretta legalább most már törvénydefiníció szerint szopókát kell, hogy tartalmazzon. Igen, igen, tehát ugye egyébként meg, ha megnézed a törvénytervezetet, az eddigi, hogy mondjam szépen, az eddigi hatalmi szóval föntartott állapotot próbálja meg legitimizálni. Mindaz mellett, hogy most már tudjuk, hogy mi számít egy cigarettának, valószínűleg egyikünk se ezt szívja egyébként, mi számít egy cigarettának, és van benne egy nagyon fontos kijelentés, amikor kijelent, hogy a nikotin gyógyszer. Tehát ez most már minden véper nyugodt lehet, gyógyszert fogyaszt. Tehát... Azt azért tisztázzuk, hogy nehogy valaki félreértse, itt arról van szó, hogy egy törvényjavaslat vázlatos valamilyen, ami beadásra került, arról van szó. Tehát itt semmi konkrét, így van. Így volt ez, ha visszaemlékeztek, így volt ez egy állásfoglalással is, semmi konkrétum, csak egy állásfoglalás. Ez nagyon látható volt egyébként. Én annyit tudnék az egészhez hozzáfűzni, hogy
társaim a gőzben elkezdődött. Tehát amikor az EU szabályozás végleges szövege megszületett, miután moszírozták a miniszterek tanácsának a mocskos mancsai is megmoszírozta azt a törvényszöveget, akkor már sejthető volt, hogy itthon azonnal ugrani fognak arra a kitételre, hogy a tagállam saját hatáskörében gyógyszernek minősítheti az elektromos cigarettát. Függetlenül attól, hogy az Európai Bizottság ezt integetett és hangosan kiabált, hogy nem, nem, ez nem azt jelenti, hogy hasra ütünk és azt mondjuk, hogy gyógyszer, hanem hogyha amennyiben jogerősen, jogi úton bizonyítani tudják, hogy már pedig igen, gyógyszernek minősül, akkor van rá lehetőségük. Ezt nem meríti ki az, hogy 2 évvel később beadunk egy törvényjavaslatot, aminek ott van egy mondatban, hogy a nikotin tartalmazó elektromos cigaretta gyógyszer. Ez édes kevés, ez a gyerek mosdatása utólag bizonyítványmagyarázás, és ahogy Fifika is mondta, ezzel kvázi szentesíteni próbálják azt a jogilag elképesztően aggályos helyzetet, hogy önkényesen üldözik 2 éve a forgalmazókat, és csesztetik őket. Ilyenkor eszembe jut az a ez egy kicsit hosszú magyarázatnak sikerült. Eszembe jut az a mém, tudjátok mikor, nem tudom melyik filmben van az, mikor azzal a nagy szőrös beketcsel áll a faszi a kardjával, és akkor brace yourself, winter is coming. Detto ugyanaz. Tehát ez a... A tél közeleg, igen. Igen, készülj fel, a nikotin jön. A gyógyszer nikotin. Mindez mellett őrült sok homályos pontot hagy ez a törvényjavaslat. Önmagában a nikotinról mondja ki, hogy, illetve a nikotin alkaloidáiról mondja ki, hogy gyógyszer, tehát mindenféle formájáról, ez akár természetes, akár mesterséges előállítású nikotin, vagy valamilyen származék, ez gyógyszernek minősül, viszont a likvidről így ilyen formában, hogy te ezt Krisztián elmondtad, nem rendelkezik. Itt lehetne mondjuk kiskapukat feszegetni, mert az úgynevezett magisztrális készítmények közé sorolná be, akkor a patikák aránylag egyszerűen tudnának akár alaplevet, akár nikotinos utántöltőt árulni. Bocsánat, hogy közbeszólok, nem tudom, hogy ugyanazt olvassunk-e, mert hogy a törvényjavaslat szövegében benne van egy konkrét pontban, most nincs előttem, de én határozottan emlékszem, hogy úgy szól, hogy a nikotin tartalmazó elektromos cigaretta gyógyszer pont, tehát nem magáról a nikotinról, hanem kifejezetten az elektromos cigarettáról állítja azt a törvényt. Bennem meg az a pont van meg ebből a saláta törvényből, hogy a nikotinról mondja ki azt, hogy gyógyszer. De várjuk ki a végét. Csak ezt mint ilyen, nem is tudom, tehát ugye abban senki ne bízzon, hogy nem ez lesz. Tehát biztos, hogy ez lesz, hogy valamilyen szinten be fogja vinni a patikákba, de ha már beviszi, az marhára nem lesz mindegy, hogy végig kell menni egy 5 éves engedélyeztet, érted? Egy 5 éves engedélyeztetési eljáráson egy kurva likvidnek, vagy úgy, mint bármit egyébként, amit patikában összeállítanak, mert ebből a szempontból nem különbözik a likvid bármelyik magisztrális készítménytől, ismert összetevők összekeverése fog történni. Én nem látom ebben a patikába bevívés törekvést, ebben csak azt látom, hogy rásüssék azt a bélyeget, amit teljesen jogtalanul lebegtetnek 2 éve, hogy már pedig ez gyógyszer, és innentől kezdve akkor gyógyszergyártói engedély kell ahhoz, hogy bárki balra vagy jobbra kapottat is lépjen az elektromos cigarettákkal. Krisztián, a magisztrális készítményekhez elég a patika. Nem kell, minden alkotó eleme ismert. Minden magisztrális készítmény úgy épül föl, hogy beteszik az adott készítményt a magisztrális receptkönyvbe, ott le van írva, hogy miből mennyit kell keverni, és ez bármelyik patikus összekeverhet és a kezedbe adhatja. Akár receptre, akár nem. Itt valamelyik cikk még ezt is megpendíti, hogy lehet, hogy csak receptre fognak likvidet adni. Akkor lehetne ilyen a paprikás krumpli is magisztrális, hiszen kell bele akár 1 kiló krumpli, hát beros paprika, kolbász. Gyakorlatilag az egy receptkönyv, ami a
magisztrális készítményekkel foglalkozik, hogy mit milyen arányban kell összekeverni, és ez bármelyik patika megteheti. Azt ne felejtsük el egyébként, hogy ez az egész kódszerályra, erre a törvénytervezetre azt a bélyeget próbálják rásütni, hogy ez az EU szabályozásnak a honosítása keretében történik. Meg lehet nézni egyébként, pont a héten jött a holland egészségügyi minisztériumból az ottani honosításnak a szövege. Az egy jó három oldalas történet, ami pontról pontra végigveszi az EU szabályozást, és implementálja azt honi szinten. Tehát itt millió egy dolgot szabályoz az EU szabályozás, most tekintsünk el attól, hogy jó vagy rosszul, de millió egy dolgot szabályoz. Erre olyan szakmaiatlan, blőd, ostobaság, kőostobaság azt gondolni, hogy ezzel honosítjuk az EU szabályozás, hogy ez valami őrület. És a másik fele, ami kiderült, hogy készítettek ám hatástanulmányt az ELMI-be, vagy az OFI-be, most nem akarok hülyeséget mondani, 3 napig gondolkoztak ezen, és gondolkoztak a hatástanulmányon, hogy hogyan lehetne a legjobban implementálni itthon az EU szabályozást, és ezt szülték meg. Ezt, ami teljesen ellenkezik az EU szabályozás szándékaival, teljesen ellentétes az alaptörvény által megszabott irányokkal, tehát ez egy olyan blőd, ostoba őrület, hogy az valami hihetetlen. Persze nyilvánvalóan a NOV-nak rendkívül jó jönne, hogyha ezt így meg tudnák lépni, de miről beszélünk? Ez egy abszurd baromság. Tehát most lehet ezen lamentálni, hogy akkor most magisztrális, patika, nem patika, egyebek, de ez egy sokkal korábbi lépésnél megborul az egész. Ez egy jogtalan baromság. Nem születhet meg ilyen törvény. Dehogy nem, Krisztián, ebben az országban bármi megszülethet. Tehát, jó, hát persze, én sem jöttem le a falvédőről, úgyhogy tisztában vagyok vele, hogy egy éjszaka alatt még azt is rásüthetik, hogy nem tudom. Persze, természetesen, de hogy ez nem a világ vége. Tehát ez így nem is alkothatnának jogszabályt. Tehát én mindig nagyra becsülöm azt a mérhetetlen optimizmust, ami benned van. Tehát nem tudom, mitől gondolod azt, hogy nem ez lesz. Ez lesz. Én nem optimista vagyok, hanem... Hogy naív. Naív. Felkészült, tehát ha ez így átmegy, egyrészt ugye, hogy hívják, amennyire én tudom, az Egyesülettel veletek nem egyeztettek semmit. Amit semmit kellett, az volna. Mielőtt a témában bármiféle jogszabályt szeretnének hozni, ugye az érintett civilekkel egyeztetni kellene. Ez nem történt meg, innentől kezdve borul a mutatvány. Hogyha ezt tisztában vagyok el, hogy mit mondasz, hogy ezt a parlamentben zokszó nélkül megszavazzák, és onnantól kezdve törvényerőre emelkedik. Igen ám, de mivel alaptörvénye ellenes, és ha bárki azt gondolja, hogy ez az EU-s jogszabály honosításának megfelel, az egy bolond. Két olyan őrületes ordító szarvasiba van ennek a kapcsán, hogy én aznap fogom az Alkotmánybíróságra beadni az alkotmányjogi panaszomat, és az Alkotmánybíróság ki fogja dobni ezt az egészet a pitlágba. Nem fogja kidobni, el fogja utasítani a panaszodat. Tehát, Hát abban a pillanatban akkor még tényleg összecsomagolok, és elmegyek egy olyan országba, amit nem úgy hívnak, hogy mapecsó. Na jó, csak legyen internet kapcsolatod és normális mikrofonod. De most normális a mikrofonja, Charlie. Na jó, hát igen, a telefon így nagy meghebrákolva, igen, de érted, mire gondolok? Majd meg fogják érteni a többiek is, majd mikor... Krisztián, tehát én félre ne érts, nem azt mondom, hogy ez nem egy baromság. Itt nyilvánvalóan egy nettó baromság. De ebben az országban szerinted hány nettó baromságot vittek úgy végig, hogy senkivel nem egyeztettek, és senkit nem kérdeztek meg? Más oldalról között, rengeteget, természetesen rengeteget, más oldalról közelítem meg. Én az Oszival beszélgettem, amikor kibukkant ez a törvényjavaslat, cetli, skic, vicc, hogy mondtam neki, hogy te, én ennek baromira örülök, és nem értette, hogy miért. És én azért örülök annak, hogy ez elindult ez a vonal, mert végre kimozdulunk a holdpontról. Tehát eddig tök sokszor beszélgettünk arról, hogy nem lehet ezen az egész helyzeten, ami itt van, fogást találni. Mert hiába írsz az ombudsmannak, mert azt mondja, hogy hát basszus, nem tudok mit csinálni, nincs jogszabály. Hiába írsz az Alkotmánybíróságnak, nincs mire hivatkozni. Hogyha ez keresztül megy, akkor igazándiból a
közegészségügy Paprika Jancsiai kidugták a lövészárokból a fejüket, és oda lehet pörkölni végre. És ezen viszont egy ilyen törvényjavaslaton nem fogás van, hanem óriási kapaszkodók. Tehát persze nyilván a pakliba benne van az, hogy azt fogja mondani az AB, hogy köszönjük szépen, kedves Pifó Krisztián, nem foglalkozunk a dologgal, de egészséges demokrácia szerű jogállami oldalon megközelítve a dolgokat, egy ilyen törvény nem emelkedhet jogerőre, nem maradhat meg a helyén, mert ez egy baromság. Tehát ez, na, én ebből az oldalról, vagy ilyen oldalról vagyok optimista. Végre tudunk valamit csinálni, végre lehet válaszolni az EMMI, NAV, GEMSI, hogy hívják, illegális üzelmei ellen. Úgy jó, fölmérgesítettem magam. Tehát amikor mondtad, hogy egy demokratikus jogállam, akkor én kikapcsoltam a mikrofonomat, mert nem akartam, hogy a Charlie-t szűrözze a rögést. Tehát... igen. De még ha nem is értem, hogy mit mondasz, de legalább a látszatot be kéne tartani, de ez a gondolom én, tehát legalább érted, legalább öltöztessük fel azt a gyereket, mielőtt kilökjük az ablakon. És hogy ez még a látszatra se ad, tehát ez egy akkora hülyeség, hogy egy kisiskolás is a hasát foghatja a röhögéstől, hogy Jézusom, ezt hogy gondolják? Hát így. Na mindegy, meglátjuk, hogy mi a fene lesz. Ez rengeteg sebből vérzik ez az egész. Én úgy érzem, hogy ez végre egy lehetőség nekünk arra, hogy végre fogást találjunk rajta, és megtámadhassuk ezt az egész hagyatlan állapotot, ami 2 éve megy. Mert eddig egész egyszerűen nem lehetett, nem volt olyan jogi vonulata a dolognak, amit meg lehetett volna konkrétan fogni. Most, ha ez megy, keresztül megy, akkor lehet. Persze itt megint az a baj, hogy évek telnek el, mire bármiféle reakció van. De ha belegondolsz, igazából rengeteget fog beszélni most. Ha belegondolsz, akkor igazából ez az egész a hazai helyzeten nem változtat, mert önkényes, kényszeres erővel ezt értékel a piacon. Tehát maga az, hogy gyereket, vagy nevet adnak a gyereknek, igazából nem változtat semmin a hétköznapokat tekintve. Még egyszer mondom, nekem óriási aggályaim vannak a patikába vitelt illetően. Semmit nem tisztáz önmagában a törvény, és ugyanúgy, ahogy eddig sem tülekedtek a patikák azért, hogy neked nikotinos likvidet biztosítsanak, ugyanúgy nem fognak ezután sem tülekedni. Egyszerűen kvázi arról van szó, hogy Magyarországon továbbra sem lehet majd hozzájutni belföldi forrásból nikotinos e-liquidhez, pont. És ezt most törvényileg is szentesítik. Nem is foglalkoztak egyébként, tehát ha összenézi valaki az uniós jogharmonizációban leírtakat a magyar történettel, akkor az érzésed, hogy így félmondatokat kivágtak, és a saját szájuk íze szerint a szopókával együtt összerakták. És ennyi. Tehát... De ez megy ott, tehát mindig csak minden jogszabálynak csak a felét értelmezik, amelyik nekik szimpatikus, kötődött a nikotinnal is. Vagy amit olvasni, vagy a Google fordító így fordított el neki, bár gondolom mindegyikről készült hivatalos magyar nyelvű fordítás. Tehát aki a jogszabályt előkészítette, az legalább az e-cigivel annyit foglalkozott, mint amennyit én foglalkozott mondjuk a, nem tudom én, az egysejtőek nemi életével, sem ennyit. Jó, én ilyen internetes meme szöveggel szeretnék élni. Mindenki nyugodjon le a picsába, hogy most elfelejtettem, hogy mit akartam mondani a végén. Szerintem az eleje is pont. Igen, megvan. Azt akartam mondani, hogy az előbb is elmondtam, hogy ez egyértelműen az alaptörvény szándékaival ellenes, az EU-s ránk kötelező érvényű szabályozás szándékaival is ellentétes, úgyhogy itt még nagyon nincs a játszma lejátszva, de most már legalább ringbe szálltunk mi is, hogyha ez így elindult. Nekem az a mém jutott eszembe, hogy nagymama, mitől nikotinos a fogad? Hát nem az e-cigitől, bazd meg. Istenem.
Minden esetre az látszik, hogy az agytöröztök az EMI, az OFI, Dempsey házatájékán nem töltik tétlenül az idejüket, és keresik a lehetőséget, hogy még jobban ránk erőltessék a teljesen torz világképüket. Nem kérünk belőle, és azt nem fogjuk annyiban hagyni, ez biztos. Tehát ugye az a nikotin fogyasztást lehet szenvedélyként is kezelni akár, de ugye az tökre nem mindegy, hogy hogyan viszi be az ember a szervezetébe, hogy még mellé tesz egy gyárkéményi káros anyagot, vagy nem. Régi veszőparipám nekem egyébként ezzel párhuzamosan ugye az alkohol, amit meg olyan szépen, csendben mindenki mosolyogva, pedig hát ugye társadalmi károsságát nézve egy benikotinozott ember soha nem verte még meg a családját, még egy alkoholista az elég sűrűn előveheti ezt a nevelési eszközt. Megjelent az Indexen egy cikk, nem alkoholista vagyok, csak magyar, amelyik a magyar alkoholfogyasztási szokásokkal foglalkozik, ami egyébként meg meredeken tart fölfelé, és erről azért kormányzati szinten még annyit sem beszélnek, mint az e-cigaretta gyógyszerként való apostrofálásáról. Ha nézitek, vagy megvan nyitva a cikk előttetek, akkor látjátok, hogy a környező országokban csökkenő tendenciát mutat az alkoholfogyasztás, mint nálunk. Még nálunk ugye az egekbe szökik, és károsságát tekintve, mondjuk ha összevetjük az e-cigarettát és az alkoholt, és a pénztárcára gyakorolt hatását, akkor aztán végképp borzasztó nagy a különbség a két eszköz között. Illetve hát itt szó esik arról is, hogy az alkohol mely fajtáját preferálják a magyarok jobban, és hát ugye senkinek nem okozunk meglepetést, vagy meglepetést azzal, hogy itt még mindig a tömény az, ami vezet nálunk. Na, mi van? Senki nem... Ez a cinkos csönd. Krisztián az előbb kitombolta magát nikotin ügybe, alkohol ügybe pedig cinkosan hallgat. Nehéz téma ez igazából, de mindig előkeveredik egyébként, amikor összehasonlítjuk, hogy mégis mennyivel több, sokkal károsabb dolog létezik, és akadálytalanul jut hozzá bárki, és hogy ez vajon miért van így. Az jutott nekem erről eszembe, azért hallgattam, mert ilyen nagyon, azt nem bírom rettenetesen, mondtad, hogy a tömények fogynak. És a töményeknek ugye azért vannak minőségi töményitalok is, meg lehet az kultúráltan is fogyasztani. Nekem azt szorítja mindig össze a szívemet egy kicsit, amikor lemegyek az ABC-be venni ezt-azt, és azokat az egy dekás, meg fél dekás. Nem, az fél dekás, ugye a fél dekás. Az a féldekás égetett szesz, műanyag aromával, stb. És a szerencsétlen kis pénzű, nem tudok jobbat mondani, alkoholisták mennek, és azt a rettenetet veszik, és iszik, tehát isszák. És én nekem az a sejtésem, hogy igazándiból az országon belül, vagy a hazai tömény alkoholfogyasztás túlnyomó része ez az abszolút gyomor leolvasztó szemétben merül ki, ami még rosszabb. Mint hogyha mondjuk csökkenni ezt kiszobatnának. Megveszed a szénen átszűrt Finlandia vodkát, igaz? Én biztos nem, de az valószínűleg egy fokkal kevésbé öli az embert, mint ezek a féldekás rettenetek. A kis patronok. Én falun lakom, és... Erről tudod, bocsánat, tudod, mi jutott eszembe? Múltkor láttam a Lidl-be, mint a tejfölös doboz, csak kisebb, ugyanilyen alufólia a tetején, és egy feles. Hát,
Azt megmondom, ez óriási. Ezt mondd el még egyszer, mi volt? Képzeld el kicsibe, egy fél dekásba képzeld el a tejfölös poharat, Nem már. rajta ugyanaz az alufólia, bazd Micsoda. meg, lehúzod, és már iszod is. Mint Nagyon az jó. iskolatej, nem Igen, már. igen, igen. Műanyag feles pohár, De hülye, gyakorlatilag hát nagyon nagy. lefóliázva. Igen, óriási. És gyorsan fogyasztandó, mert leolvad a műanyag pohár. Ilyet, igen, ilyet fogyasztani. Nyitás után azonnal merobbant. Tehát ez valami elképesztő egyébként, hogy a mi egészségünket, tehát a vépelők egészségét milyen sziklaszilárdan védik, miközben ilyen hulladékok vannak a piacon, és mindenki tudja, hogy az alkoholizmus és a szegénység önmagában egy ilyen összefüggő állapot. De ugyanezt elmondhatjuk egyébként a dohányosokról is. Hogy ha megfigyeled, akkor a legszemetebb, legszarabb dohányhoz fognak hozzájutni, megveszik a két házzal arrébb feketén árult teve szarból és nem tudom én, rétik a szálmányból álló dohányutánzatot, belesodorják a nem tudom én, akár az újságpapírba, vagy a szalvétába, vagy bármire, mert már dohánypapír, vagy cigarettapapírra se telik, és minket döngölnek a földbe. Tehát én ezt sose értettem. Holott most kéne előjönni az egészségügyi megmondó embereknek, és fölállítani egy olyan statisztikát, hogy akkor nézzük már meg, hogy dohányos, alkoholista, vépelő, mennyit költ rájuk az egészségügy. Erre iszonyatosan kíváncsi lennék. Pont ez a baj, pont ez a baj, Fifika. Én is végeztem egy ilyen kis összeadást, kivonást a fejembe, hogy hol van az a lélektani határ, amikor az alkohollal mondjuk elkezdenének foglalkozni, és úgy üldöznék, mint ahogy most az e-cigit üldözik. Vagy még a cigarettával egyáltalán. Mert az a helyzet, hogy amilyen irányt vesz ez az egész elektromos cigaretta szabályozás, sokkal könnyebben hozzájuthat bárki egy doboz cigarettához, ami nem jó, tudjuk. Millió egy tanulmány készült róla, és közismert, hogy az egészségre ártalmas. Itt az alkohol, ami szintén irdatlan pusztító szereplője, irdatlan pusztítást végez társadalmi szinten. Társadalmi szinten, mégsem az egészségünk felszent, felkent lovagjai mégsem állnak ki és mondják azt. Ellenben kiállnak és csesztetik az elektromos cigarettát, ahol tudják. És ugye nem egyszerű, vagy nem bonyolult látni a különbséget. Az egyik irdatlan nagy bevétel van a dohányból az államnak. Hamar meghalsz tőle, nem kell nyugdíjat fizetni, az életed végén kurva beteg vagy, és lehet beléd dönteni az irdatlanul drága TB támogatású ilyen-olyan cuccokat. Ugyanez az alkohollal. Az elektromos cigaretta, tehát mind a kettő olyan, ami rossz neked, káros az egészségedre, és hozzájárul ahhoz, hogy nagyon betegen, sokkal hamarabb halljál meg. Mégse szúrja kvázi senkinek a szemét. Itt van egy eszköz, ami ennek pont az ellenkezőjét teszi. Meghosszabbítja jó esetben az életedet, sokkal kevésbé káros, egy egészségesebb, teljesebb életet tudsz élni, nem lesz annyi egészségügyi problémád, mint hogyha ezt csinálnád. Tehát alapvetően pont a homlok egyenest ellenkezője, mint ezek, és mégis ezt csesztetik. Hol van a közegészség védelme ebben a logikában? Sehol. Pénztárcavédelem, bevételvédelem van, hát ezek az emberek abból élnek, hogy ezek az emberek betegek, megbetegítik magukat, és ezek irdatlan mennyiségű pénz fölött diszponálnak ezek az alakok, alakoskodó szemétládák, már nem tudok jobbat mondani. És amikor jön egy ilyen remek eszköz, ami egyébként egy kicsit segíthetne ezen az évtizedek óta rettentő kellemetlen helyzeten, akkor mit csinálnak? Üldözik és eltapossák, ahol tudják. Hát hogy? Hol van ebbe a közegészsége? Hol? A Drabant Zsoltnak volt egy eszmefuttatása, és én abszolút igazat adok neki, hogy amikor még nem dohányoztál, akkor és befizettél minden adót, és bólogattál, akkor volt első osztályú állampolgár. Amikor elkezdtél dohányozni, akkor lettél, és elkezdtél küldözni a dohányosokat, akkor másodrendű állampolgár lettél, és hogy elkezdtél vépelni, most meg már úgy érzed magad, mint egy harmadrendű állampolgár, mert a dohányos is
ugye Charlie majd erről mesél, a dohányos is azt mondja, hogy ő, bazánk, mit szész, ez az égiségtelen szar, érted. Ugyanúgy üldöznek, mint bármelyik dohányost, sőt, ugye, hogyha a médiában megjelenő híreket nézzük, akkor szinte jobban, folyamatosan föntartják ezt a nettó baromságot, hogy ez be van tiltva, ez károsabb, mint a cigaretta, ebbe még filter sincs, tudod. Tehát ez valami iszonyú, ami itt megy. Ez a, nem is tudom, a középkori boszorkányüldözésekre kezd már hasonlítani. Én már várom, hogy mikor leszünk ilyen mágia halálra ítélve, vagy nem tudom, hogy mi lesz a következő fokozat. De meddig folytathatják vajon ezt az alakoskodó pofátlanságot? Mert ez az, tehát a szemünkbe hazudnak. És érdekes kérdés, ezt nyugaton feszegetik egyébként, az angol vaperek szoktak mostanában nagyon ráállni erre a dologra, mert hogy itt az elektromos cigaretta kapcsán elképesztően kilendült a lólába takaró alól, hogy ezek az emberek hazudnak. Tehát ezek az emberek, a közegészségügy arcai, akik a sajtó előtt vállalják és megmondják a tutit, hogy hogyan kéne mennie, nyilvánvaló, hogy hazudnak. Hogyha az elektromos cigaretta kapcsán hazudnak, akkor mi mindenben hazudhatnak még? És így az irántuk táplálandó bizalom irgalmatlanul megcsappanóba van. Meddig folytatott? Ez ott van például, nézd meg, október elején találkozott a WHO, konkrétan tobakó kontroll témában, ugye a COP6 rémálom, ami lezajlott nem régiben. Mi az Isten volt? Ezek kiutaznak Moszkvába, millió dollárt konkrétan össze lett számolva, millió dolláros tételben zabálnak kaviárt és isznak pezsgőt, és döntenek más emberek életéről. Tehát szerintem baromira véget kéne vetni ennek, hogy teljesen felelőtlen, alakoskodó, hazug emberek a mi pénzünkből, mert nézd meg, hogy itthon is mekkora állami támogatást kapnak ezek a szervezetek, akik itthon most üldöznek minket és az elektromos cigarettát. Tehát alapvetően adóforintokból élnek, és hogy, meddig lehet ezt tartani? Bármeddig. Én nem tudom. Bármeddig. Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy bármeddig. És nagyon érdekes egyébként az is, az az összefüggés is, hogy miért most lépnek. Tehát, mert ugye ezt már egyszer felvetettem, ha jól emlékszem, hogy az elektromos cigaretta itt van 7 éve. Hogyha ez egy olyan elképesztően baromi, veszélyes, káros és őrületesen rossz dolog lenne, akkor ez 7 évvel ezelőtt úgy, mint a SIC, úgy betiltották volna, mert megvannak rá a jogi mechanizmusok, hogy egy valóban káros és rossz terméket, mint például, amikor visszavonatják a piacról a rázó hajszárítót, stb. Stb. Tehát ezt el lehetett volna akkor ott kaszálni, hogyha ez valóban így lenne. Nem törődtek vele. Ha ez ennyire káros az egészségünkre, akkor 7 éve miért nem érdekelte őket, akik a mi egészségünkkel foglalkoznak? De És Krisztián, most... ezt is kitárgyaltuk, mert elértünk egy kritikus tömeget. Igen, pontosan onnantól kezdve, hogy elkezdtük veszélyeztetni, mi elektromos cigaretta felhasználók elkezdtük veszélyeztetni a gyógyszeripar és a dohányipar egy orbitális nagy érdekeltségét, aminek a pénzéből egyébként szintén a WHO és az összes többi ilyen banda él, és ezeknek az emlőjén csüng javarészt az állami pénzek mellett, amint elkezdte érzékelhető méretekben fenyegetni ezt az egészet. Tehát ugye, amit Amerikában mondtak, 10-20 éven belül leválthatja a hagyományos dohányzás az elektromos cigaretta. Szerinted egy ilyen UEFI dohány fókuszpontban mennyire húzódik össze ilyettében az ánusza az embernek, hogy úristen, 10 év múlva nem lesz munkám, na gyorsan, azonnal lehetetlenítsük el ezt az egészet. És most kezdtek el foglalkozni vele. Amikor már számokban mérhető volt, hogy basszus, ebből ha nem szabunk mozsgátat az elektromos cigarettának, akkor nekünk nagyjából befellegzett és új munka után nézhetünk. Gusztustalan. Az egyébként, amire az előbb hivatkozott a Fifika, hogy majd mesélek róla. Pont a héten történt érdekességkép, hogy bementem vagy hát bent voltam a munkahelyemen, nálam volt egy készülék, nálam volt még egy tesztkészülék, amiről hamarosan videó is lesz, reklámhelye, és vannak kollégák, akik, hát tudjátok már, mert biztos vagytok olyan közösségben, hogy kimennek dohányozni, és aztán bejönnek. És nem elég az a 3 emelet plusz 200 méter folyosó,
bejön, leül melléd, és a hány inger elfog, nem azért, mert a test szaga van, hanem mert büdös cigi szaga van. Mondom neki jó indulatúan, hogy figyelj már, van nálam elektromos cigi, nem próbálod meg? Hát de ez az enyém, mondom, nem tudsz megfogni, barátom, van egy másik is. És zsigerből jön a válasz. Nem, úgy hallotta, az mérgező. De mondtam neki, hogy de ugye leesett, hogy te ezt körülbelül, hát nem régóta, de mondom, én ezt több éve szívom. Hát ha halálos, akkor már nem itt lennék, és beszélnék veled, de asszertív kommunikációt gyakoroltam, és rájöttem, hogy nekem nem kell őt meggyőznöm. Az ő egészsége, mondhatnám azt, hogy nekem fikarcnyit se számít, nekem attól se jobb, se rosszabb nem lesz, én nem leszek proféta, nem választom ketté a tenger vizét, úgyhogy hagytam a picsába, és úgy döntöttem, hogy akkor azt az egy-két büdös percet kibírom mellette, míg a cigizésből visszajön. Na szóval, ezt sikerült elérni ezekkel a jól irányzott médiakommunikációkkal, WHO cikkekkel, amit mindenki végigpörgetett az írott és nem írott sajtóban. És erre fűzve egyébként a következő cikkünk is, az a mizutüdő. Én még Igen. lefordítanám, Olyan szépen elkezdtem összekötni erre, Jó, Krisztián nem, mert a Charlie Philip. visszapad. Igen. Én ezt lefordítanám még magyar nyelvre, hogy amit a Charlie elmesélt, az mit jelent. Tehát alapvetően azok az emberek, akik azért kapják a pénzüket, hogy a mi egészségünk felett őrködjenek, sikeresen elérték, hogy egy dohányos ember, aki károsítja a saját egészségét, véletlenül se próbáljon ki egy kevésbé káros alternatívát. Ezt érték el az egészségvédők. Köszönjük szépen. Bocsánat, Én visszafogom egyébként magamat. sokszor megfordult már a fejemben, hogy mi lenne, hogyha tartanánk a munkahelyemen egy ilyen ismeretterjesztő napot, rengeteg tárgyalónk van, rengeteg mindenféle hasznos dolgot lehet nálunk tanulni, és mi lenne, hogyha egy ilyen nyílt, napszerű valamit tartanánk, így páran te eljönnél, kérdések, beszélnénk róla, mi hogy van, milyen alternatívája ez és minek. Aztán rájöttem, hogy ezért sem menne. Meg azért sem, mert ugye a multi környezetben azért sok mindennek meg kell felelni, és amiért én nem dohányzom például már az épületben, azért nem tartanám ezt reális lépésnek, mert és akkor itt fejezzük be ezt. Tehát erre gondoltam, és aztán gyorsan megbeszéltem magamba, hogy Egyébként, meg ha valaki elmegy mondjuk az Országos Onkológiai Intézet előtt, az csak lassítson, nem kell megállni, csak lassítson. Elnéz jobbra, odakint az intézet előtt, fehér köppenyben dohányzó orvosok, nővérek hada. Elnéz balra, kézrátételből élő boltok hada. Tehát, és akkor így le lehet vonni a következtetést, hogy mennyire hatékony volt ez az egész dolog, amit itt csinálnak. De ugye azt támogatjuk, hogy fogd meg egy üres konzerves dobozt, amiben elnyomtad a csikked, és majd jó megbélrezonáltatjuk a szervezetedet, mert az kurva jó lesz neked 20 000-ért. Ugyan, na, menjen mindenki a picsába. Na, nyugodjon le mindenki! Kicsit visszafogom magam, nagyon belelendültem. És elnézést kérek, hogy a remek átvezetésedet És már nem is emlékszem rá, hogy akartam átkötni, de picit idevág egyébként ebbe a témába ez a mizutüdő cikk, ahol leírja, ő egy véper egyébként, Krisztián, ezt te tetted be? Ezt én tettem be. Ő egy Jössz véper. azt a rohadt drippet, ha velünk beszélsz? Hogy Bocsánat. képzelsz te magadról?
Na. Nyomd el az alumínium csikket, légy szíves. És ő leírja nagyon jó, hogy valaha, valamikor egy kurva benzinkúton egy eldobható cigarettában találtak valami káros anyagot, és azóta ezt lobogtatják, és egy kukányi tanulmány született már az e-cigaretta mellett, és ezt meg pont leszarják. Tehát nagyjából ez a helyzet. Amit akarnak, azt meghallanak, amit meg nem akarnak, azt nem látják, és nem fogják föl. Igen. Már múltkor azt is megkaptam egyébként valamelyik kollégától, hogy bezzeg régen a cigaretta hőskorában mennyivel jobb volt, mert akkor még ott volt a piros mezitlábas szimfónia, abban semmi adalék nem volt. Figyelem, figyelem. Sokkal egészségesebb volt, mint a mostani cigaretták. Ebben egyébként nagyjából egyetértünk, Nem, tehát nem, nem értünk egyet. Tehát de nem. Ez ugyanolyan, mint hogy nem mondjuk azt, nem. hogy nem mondjuk azt, Charlie, hogy várjál, Charlie. várjál, nem hallgatod végig a Ja, hogy a gondolatomat. sokkal Tehát egészségesebb, a sokkal ez a egészségesebb. ugyanolyan, mint hogy mi meg Nem volt olyan káros. azért küzdünk, hogy ne azt mondják, hogy a leszokás alternatívája az elektromos cigaretta, és akkor jönnek egy ilyen mondattal nekem, hogy sokkal egészsége. Persze, hogy sokkal egészségesebb volt, végül is elég volt csak 30 évig szívni, nem 10 év után kaptál tüdőrákot. Valóban sokkal egészségesebb. Tulajdonképp a cápa is a mi szemszögünkből sokkal egészségesebb, hiszen vaj, mi kevés az esély, hogy a lábomat lerágja úszás közben a melóhely felé. Tehát, na. Igen, mint hogyha az egészben ennek nem az lenne a rákfenéje, hogy a dohány elégetése közben felszabaduló vegyületek azok, amik irgalmatlanul veszélyesek. Tehát most ilyen dohány, olyan dohány, amolyan dohány, elégetés, ez nem mondom, Beszéljétek ki gyorsan ezt a tüdős témát, mert aztán jönnek dühítőbbnél dühítőbb témák, és az időnk fogy. Nem akartam mélyebbre Nem belemenni, mert akartunk Fifi te mélyebbre olyan elegánsan belemászni. megoldotta, mert hogy Jó. igazán ez megint tanulmányokat sorol, amik minket támogatnak, és annyi tanulmányt felsorolunk folyton, amik minket támogatnak, és minket igazolnak, mármint az elektromos cigarettát, mint minket, hogy én nem akartam ebbe belemenni külön. Jó, akkor én ugorhatok a hatos pontra. Igen. Természetesen. Mert hogy beette ide magát közénk a spammerkedés rákfenéje is. Ti kaptatok, ne mondjunk direkt, még a végén valaki azt hiszi, hogy meg lehet kattintani, de ezt nem fogjuk berakni. Rohadékok vagyunk. Hírlevélszerű reklámlevelet, hogy úgy kezdődik, hogy kedves Véper. Kaptam bizony. Szeretném ajánlani újonnan indult Facebook csoportunkat az... ezt véletlenül elfelejtettem kimondani. Ebben a csoportban eladhatsz, cserélhetsz, érdeklődhetsz bármit, ami ecigivel kapcsolatos. Csoport az alábbi linken keresztül érhető el. Várunk szeretettel. Természetesen, ha zavartalak volna, elnézést, blablabla. Több levelet nem fogunk küldeni, az e-mail cím egy nyilvános oldalról származik, és nem kerül kiadásra senkinek. Amennyiben, ha levelünkkel megzavartunk volna, elnézésedet kérjük. Én meg erre azt mondom, hogy Fifika válasz Lisztel vagy Sóderrel. Spam. Szóval, azzal is Se nem akár. liszt, se nem liszt, Nem, sehol sem. mondom Lisztel vagy Sóderrel. Sóderrel. Sóderos fasszal kéne megbaszni az ilyet. Most vulgáris voltam, de bassza meg. Ki kell raknod a 18 plusz karikát, az lesz Beszélgettem vége. Igen. ezzel az emberrel, mert én utána direkt csatlakoztam ehhez a nyüves csoporthoz. Én is, hogy megtudjam, hogy honnan van a ringet. Igen, kiderült, ezt is mindjárt vázolni fogom. Ugyanis nekiszegeztem a kérdést, publikusban én beírtam rögtön az oldalra, és megkattintom gyorsan, mert volt itt egy beszélgetésünk.
Nem az, megvan. És úgy kezdődött a beszélgetés, hogy én küldtem ajánlás céljából, de több már nem kerül kiküldésre, és az elnézésedet kérjük, ha megzavartunk volna. Vázoltam neki, hogy ez nem válasz a kérdésemre. Mi volt a pontos kérdés? Mondom, barátom, ott van az oldalon, olvasd vissza. Azt már leszettem, bocsi, mert ezt érdemes privátban megbeszélni. Én mondjuk arra számítottam volna, hogy ezt a publikusban kihagyja, és mindenki okul belőle. Ami a lényeg, és ezt be fogom rakni a show notes-ba. Ehhez, vagy ettől függetlenül mindenki eldönti magának. Van egy, lesz majd egy cikk is, egy online marketing akadémiás, nem tananyag, tegyük tisztába, hogy mi, micsoda és hogyan spam egyáltalán. Azt tegyük tisztába, hogy az, hogy kedvesek vagyunk, nem vagyunk kedvesek, jót akarunk, nem akarunk jót, ez teljesen irreleváns a kérdésben. Hogy mi nem spam. Nem spam, hogyha cégnek küldök körlevelet. És ott is csak olyan körlevelet, ami a cég weboldaláról publikus e-mail cím info@cegnev.hu. Ez nem spam. De hogyha már arra küldöm, hogy kispista@cegnev.hu, na az már spam. Reklámajánlat, spam. Az, hogy egy információt elküld, spam. Csak úgy lehet, és az sem lehet, hogy az első levelet elküldi, hogy amennyiben nem érdekel, kattints, és nem kapsz többet. Nem kattintunk, arra sem, mert akkor az, aki küldte, tudni fogja, ez egy ilyen alapvető szabály, tudni fogja, hogy élő e-mail címünk van, onnantól kezdve bekerülünk a gépezetbe. A saját e-mail cím, aki mondjuk, vagy ami mondjuk nekem az, hogy kispista@gmail.com, freemail.hu, akármi, amilyen levelező kiszolgálónk van, az semmiféleképpen nem tekinthető céges levélnek, magán e-mail címre bármilyen kéretlen levél spamnek minősül. Ezt az NMHH, tehát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kimondta. Tehát akinek előzetes engedély nélkül lehet ilyen értékesítési célú e-mailt küldeni, az csak jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, cég, egyesület, alapítvány, intézmény, anyám kínja, de nem én, mint állampolgár. Persze akkor nem vonatkozik ránk, hogyha nem magyar feladó, meg nem magyar nyelvű szöveg, amit ki is szoktak játszani, tudjátok, ez a nem akarom, hogy te meghaj, meg hogy szia Zsófi, és a többi, és a többi, az anyád a Zsófi. Arról rengeteget tudnék erről beszélni. Az a lényeg, hogy azoknak a cég, és akkor ugye hozzáteszem, hogy annak, aki hírlevél küldésre adja a fejét, alapvető jogi szabályoknak és passzusoknak meg kell felelnie. Például ilyen az adatkezelés. Az adatkezelési engedélyt és a hozzátartozó azonosítót minden levélben föl kell tüntetni. Az adatkezelésre vonatkozóan neked nyilatkoznod kell az NMHH-nál, amit ugye mondtam, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, tehát nyilatkoznod kell, hogy te ki vagy, cég, magánszemély, milyen célból gyűjtesz adatot, milyen adatot gyűjtesz, annál többet nem gyűjthetsz. Te ha azt mondod, hogy e-mail címet, nevet, telefonszámot, lábméretet, körömhozt kérdezel, azt ők jóvá hagyják, de utána már nem mondhatod azt, hogy megkérdezem a hajaszínét is. Nyilatkoznod kell, hogy kivégzi az adatkezelést, átadod-e valakinek az adatbázist, ha átadod, akkor kinek adod át, milyen célból, meddig tárolod, hol lehet leiratkozni, hogy lehet leiratkozni, mert ez is törvényi követelmény, és ennyi. És ezt jóvá kell hagynia valakinek, és utána neked ezeket az adatokat üzembiztosan kell kezelned.
nem olyan ám, hogy azt mondom, hogy kiküldök egy levelet, aztán aki nem ír rá, azt én nem küldök neki többet. Ez nem működik. Sehol. Becs szó. Igen. És csak jót az... akarok, nem spammelek be egy szó. Igen. És hogy tisztában legyünk azokkal a mértékekkel, amivel itt az játszik, aki küldözgeti nekem kéretlenül a leveleket. Az NMHH a vétkes felet ugye a bíróság elé citálhatja, a bíróság pedig egyszeri összeggel jutalmazhatja, hogy úgy mondjam, ami 50 és 500 ezer forint közötti összeg. A szabályozás természetesen csak az e-mailekre vonatkozik. Facebookon most már nincs IVIV, Twitteren direkt üzeneteket küldhetünk, de levélben nem. Aki pedig ilyen levelet kap, mi sem egyszerűbb a dolga, hogyha van neki magyarország.hu, tehát ügyfélkapus bejelentkezési azonosítója. Csak annyit, ha beír a böngészőbe, hogy spam bejelentése, és van egy kéretlen hirdetést bejelentő űrlap a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság weboldalán, szépen végigvisz minden lépésen, kitölti az emberke az adatokat, megadja a szövegtörzset, a feladót, és a többi, és a többi. Kérheti mindenki a saját azonosítójának nevének a zárt adatok, zárt adatkezelését, tehát az, aki felnyom gyakorlatilag az ember, mint spammer, nem fogja megtudni, hogy ki volt az, és én már több ilyen beadványt küldtem, lehet kérni értesítést is, az értesítést is megkaptam, köszönöm szépen, tette a dolgát az NMHH, ahogy kellett. Úgyhogy annak a kedves úriembernek, akivel beszéltem, ezt is elmagyaráztam, és ami a legfurább volt az egészben, hogy azt arra hivatkozott, hogy bárkinek hozzáférhető volt az e-mail címünk. Nem. De. Egyébként megnéztem. Nem. Tudom, tudom, ezt mondom, és azért bukott az egész, mert hogy az az e-mail cím, amire kaptam, az én teljesen privát e-mail címem. És ugye ezt a fekete fórumról hozta elvileg az e-mail címeket, aki nem tudná, ez az ecigifórum.com, és hogy onnan szedegette egyesével. Nem igaz, az az e-mail cím nem olyan e-mail cím volt. Amikor számon kértem ezt tőle, akkor... azt mondtam, hogy még abban is segítek, hogy még a usernevem megmondom azon a fórumon. És akkor azt mondja nekem, hogy nem ehhez a usernévhez van társítva a mailcím. Azt mondja, mondjak egy mailcímet, úgy hamarabb megmondja. Hát mondom, ennek igazán örülök, barátom, köszönöm, amit akartam, megtudtam. Mert neki csak ahhoz kell, hogy ki tudja keresni. Úgyhogy idáig jutottunk. Idáig jutottunk, hogy állítólag saját cigis fórumról szedegetik az e-mail címeinket. Ha lehet, az én e-mail címemet akár leszedhették volna, mert én arra kaptam, amit ott használtam, de ez is egyrészt nem nyilvános. Tehát kell, hogy regisztráljál és belépjél, mert boldog-boldogtalan nem látja, ha csak nincsen felhasználója. Meg lehet nézni, hogy a felhasználói adatlapon az van, hogy engedélyezed-e, hogy a fórum felhasználói e-mailben megkeressenek. Ez arra szolgál, hogyha valahol ég a ház, bármi van, tehát nem a rendeltetésszerűen használod az e-mailt, hogyha leszkrépeled, begyűjtöd, és tömegesen irkálsz rá dolgokat. Abszolút a felhasználás céljával ellentétes. Hát, még akkor is, hogyha mint te most rávilágítottál, nem csak onnan lettek begyűjtve az e-mail címek, de még ha csak onnan lennének begyűjtve, akkor is személyes adattal való visszaélés. És faszkorbács. Igen, és még én annyi kis kiegészítést tennék a dologhoz, hogy jártam már úgy, hogy aláírtam egy petíciót, és valamilyen, mit tudom én, rendezvényre felhívó levél jött, önmagában az aláíró oldal küldte ki, tehát aki indított a petíciót, az küldött szét ilyen leveleket, abszolút etikátlannak tartom.
Ez Sajnos. nem etikátlan, ez törvényellenes egészen Igen. konkrétan. Egyébként Az azt a e-mail cím, bocsánat, az e-mail cím pontosan ugyanolyan személyes személyes adat. adat, mint a neved, a születési dátumod, stb. Pontosan úgy a személyiségi jogaid védik a személyes adatod felhasználásának a módozatait, tehát ez konkrétan törvénysértés. Egyébként azt is visszakaptam, ezt szó szerint idézem, ne haragudj, hogy ezt mondom, de ez a baj a magyar mentalitással. Jót akar az ember összefogni egy elcigis közösséget, hogy ne legyen széthúzás, és téged egy levél zavar, hogy meghívtalak. A kb. 500 emberből te vagy az egy, akit zavar, a többiek mind megköszönték, vagy örültek, hogy meghívták. Te pedig egyből támadsz, amikor levelem jó szándékú, és szerintem nem zavaró volt. Utána röviden vázoltam neki, hogy van még az ismerősi körömben kb. 5 ember, aki elküldte a halál faszára, csak ők nem vették a fáradtságot, hogy még írjanak is neki, de egyébként mondtam neki, a vége az az volt, hogy nem vitázok egy olyan nem létező névvel, akit nem ismerek, hisz a neve sem derült ki még a Facebook profilból sem, mert az egy ilyen, mit tudom is én, most mondok valamit, az az oldal neve, hogy átlátszó PET palack, és a felhasználó név is az volt, hogy átlátszó PET palack. A válasz nem az volt, hogy ne haragudj, bemutatkozom, értem, és nem is vitának szántam, nem tartalak fel, mert gondolom van más dolgod, szia. Tehát azért adhatott volna még egy kicsivel jobb felhangot, ha azt mondja, hogy bocs, ez és ez vagyok a fórumról, egyébként tudom, hogy ki vagy a fórumról, ha hallgatod az adást, mert megkértem, hogy hallgassa. Úgyhogy én ki fogom tenni azért a linket, és mindenki belátása szerint fog kattingatni rá, és majd akkor meglátjuk, hogy a legközelebb ki és hogyan fogja felhasználni a személyes adatainkat. Nehogy már még a házunk elé a saját portánkra pisáljunk, szarjunk. Ennyit erről. Én jobb hangulatban voltam, úgyhogy én egy neves úriemberrel beszéltem, akinek volt neve, és jobb hangulatomba kapott el, úgyhogy én megpróbáltam fölvilágosítani róla, hogy rendkívül problémás és aggályos, amit csinál, és igazából azt fűzném még ehhez hozzá, hogy ők azok, akik a vaperek bizalmával visszaélnek, hogyha a személyes adataikat elkezdik nem olyan célra felhasználni, mint amiért ők azt valahol, bárhol megadták. Ez egy elképesztő disznóság. Arról meg már nem is beszélve, hogy ennek vannak kultúrát módjai. Ez egy Facebook csoport. Mit kell körbe spamelni egy e-mailbe? Facebook csoportodat szeretnéd népszerűsíteni, basszus, csinálj neki Facebook oldalt, hirdessed a Facebookon, stb. Stb. Meg lehet hívni, rá lehet írni az emberekre Facebookon. Látod, hogy más egyébként korszakalkotóan új csoportról van szó, csak 15 van ilyen még a Facebookon. Meg lehet keresni az embereket, és meg lehet őket kérni, hogy megkérdezni, hogy akarnak-e jönni, ha nem. De ez ilyen disznó módon körbe spammelni, ez nem szép. Na, úgyhogy ez volt az én kis sztorim a héten. Aztán egy óránál járunk. Lackó Attila örülni fog. Itt még mindig annyi dolog van előttünk, hogy nem is tudom, mit csináljunk. Az akku az nem annyira akut. Spanyolország bedőlt, ebből csak egy fél mondat. Ezt gyorsan el lehet intézni, nem? Igen. Itt ugye arról van szó, hogy vagy mondod? Én megkerestem a cikket, ami... Ja, jó, akkor mondd, kérlek szépen. Gyakorlatilag annyi történt, hogy ilyen irdatlan mennyiségű e-cigaretta kereskedő lepte el Spanyolországot, és amikor ott is elindultak a helyi megmondó kormánytagok, és elkezdték az e-cigarettát üldözni, sikeresen az lett a vége, hogy a 3000 boltból maradt 300. Gyakorlatilag elérték, hogy azok, akik esetleg forgatták a fejükbe, vagy próbálgatták az e-cigarettát, azok visszatérjenek a hagyományos dohányhoz. Ezt tudni kell, hogy Spanyolországban van az EU-ban az egyik legszigorúbb dohányzás ellenes törvény, és ezt kiterjesztették az e-cigarettára is, tehát még ha jól tudom, akkor nyilvános helyeken sem lehet
Tehát kint, mondjuk egy vendéglő előtt, egy parkban, vagy nem, ugyanazok a szabályok vonatkoznak az e-cigarettára, mint a dohányra, és gyakorlatilag sorba dőltek be az e-cigaretta boltok, pedig mindenki azt gondolta, hogy ez egy milyen jó biznisz, és volt egy ilyen nagy föllendülés, és aztán egy év alatt gyakorlatilag Olaszországból áttelepült e-cigaretta forgalmazó nyilatkozik a cégben, hogy gyakorlatilag 12 hónap alatt tönkre ment az üzlet. És ő csodálkozott a legjobban, hogy amikor kiment, az abban az adott utcában 3 bolt volt még rajta kívül. És ma meg már egy sincs. Tehát nagyjából ez a... Ezt tudják elérni ezzel a kormánypolitikával. Remek munkahelyteremtésre is igazából. Igen, Spanyolországban csak 2700 működő cég dölt be, és bocsátott el az alkalmazottaik. De azok majd jó részt vesznek a cselédprogramba. Szerintem egyébként ezt pont azzal a kommunikációval érték el, amit most én ki fogok belőletek erőszakolni. Nem fogom mondani magának a dolognak a nevét, azt mindenki képzetben pontozza ki. Halálos tények a erről a valamiről. Fú, gyerekek, ez úgy terjedt egyébként, ha jól emlékszem, hogy dihidrogénoxid. Kösz, hogy kimondtad. Tehát egyébként monoxid. Vagy dihidrogén monoxid. Igen, igen. Igen, dihidrogén monoxid. Tény. Akkor így fogom mondani, tény. A dihidrogén monoxid kémiailag előállítható rakéta üzemanyag elégetésével. A másik tény, hogy gyomirtószerek és a rovarirtók elsődleges összetevője, illetve a fulladásos halál egyik leggyakoribb oka. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a dihidrogén monoxid fogyasztói 100%-a elhalálozik. Na. És hát, a drogosok, sorozatgyilkosok és erőszaktevők 100%-a elismerte, hogy fogyasztott már dihidrogén monoxidot. Így van. Ezek már csak ilyen abszolút gyenge érvek, hogy erős izzadást, vizelési ingert és akár halált is okozhat. Túlzott fogyasztása mindenképp. Igen. És akkor a végére tegyük oda dihidrogén monoxid, azaz víz. Attól, hogy valaki tényekre hivatkozik, még hazudhat. Igen, minden egyes pontja igaz. Aztán mégis. Ugyan. Ez a kit választanál államfőnek című kérdéssel. Az igen, a festőművész. Vegetáriánus festőművész, vagy az alkoholista szivarozó. Lőd le a point akkor. Hát az egyik Churchill, a másik Hitler. Jó. A vapelő kislányokból nem lesz semmi. Semmi, igen. Igen, annak a cikknek a kapcsán jött elő ez a múltkor. A másik média megjelenés, ami történt a héten, egyébként a kettő van még, egyik fontosabb, mint a másik, vagy a másik fontosabb, mint az egyik. Volt egy RTL videó, amit én úgy földolgoztam, hogy föltettem gyakorlatilag a YouTube-ra, mert emészhetetlen formája van a saját oldalukon. Úgy kezdődik, hogy jövőre sem lehet e-cigit dohányboltban venni, és megszólal egy kedves-kedves orvos. Azon ledobta az agyam az égszívet. Tegyük hozzá, csak egy picit. Hogy most valamiért nem tüdőgyógyászt vontak be ebbe a riportba, hogy a kedvencem az volt, amikor megszólal a tüdőgyógyász. Igen, várjál. Most fülorgégész. Itt van előttem, azt mondja, Dr. N. László, fülorgégész. Várjál. Például a gyermekek rászokását elősegítheti. Erre vannak konkrét adatok, illetve vannak olyan emberek, akik leszoktak a cigarettáról, de esetleg visszaszoknak,
de azoknak a kockázatát növeli, hogy nem fognak tudni leszokni, mert mindenféle gyümölcsös és egzotikus ízeket szívnak. És úgy kezdődik, arra szó szerint emlékszem, hogy beleégte magát az agyamba, hogy a nikotin igazoltan káros. Igen, tehát tiltsuk be a nikotintapaszt, a nikotinos rágógumit. Angliában a kezemben volt, képzeljétek el a... Várj egy picit, állj a meg, állj meg! Azt a mondta, nikotinos inhalátor. De most mondta, azt mondja, hogy ti is kimondtátok, a nikotin káros. Miről beszéltünk ezelőtt 20 perccel? A nikotin gyógyszer. És patikába vele. Lesz jövőre. De a nikotin még nem tudja, ja, értem, értem, most még nem tudja, majd hogy gyógyszer. Még káros. Majd idén még káros, de jövőre már gyógyszer lesz a nikotin, mert akkor már tudni fogja, hogy gyógyhatású. Érted? Mert tapaszban is biztos egyébként, hogy a nikotinos tapaszban már a gyógyszer tudatú nikotin van. Vagy lehet, hogy ezeket először... Nem az ostoba. Figyeljetek már, így ülnek a nikotinok kis 10 ml üvegekben, és így rosszak vagyunk, mérgezőek vagyunk, és akkor egy ilyen teremben ülnek, jön a szakállas, bajszos, szemüveges fizika professzor egy pálcával az asztalra csap. Fiúk, már pedig ti holnaptól jók vagytok! Jók vagyunk, jók vagyunk, jók vagyunk! És ennyi. Tehát ez, mert így működik a riport szerint. Óriási! Az is óriási egyébként, hogy ugye az ember, amikor elmegy egy, és ezt még annak idején az EKI kapcsán lehetett rettentő jó érzékelni, elmegy egy ilyen tévé interjúra, és azt gondolja, hogy amit ő ott elmondott, az majd úgy lesz a tévében. Hát nem. Tehát a vágás, a mími után jön, a zene, az aláírt szöveg. De várja, ezt Krisztián is el tudná mondani. A képi hangulat az mind befolyásolja azt, hogy mi jön le belőle. Mikor volt az legutóbb, mikor a Mujót felfedeztük egy e-cigi? Tehát ő nyilatkozott annó az e-cigi oldalán, mármint hogy az e-cigi mellett, majd nemrég találtunk egy videóriportot, ahova hát, használjunk föl valami vágókép neki, füst jön ki a szájából, jó lesz ez. És ott már az ellenkezője. Hát, na, ennyit a média erejéről. Igen. De a média erejét azért ne veszítsük el a hitet benne, ugyanis Mujó tegnap előtt, vagy tegnap? Tegnap reggel volt olyan úriember, hogy fölkelt, mikor még a kakasok is csak a másik oldalakra fordultak, és beballagott a Tilos Rádióba, ahol egy roppant jó hangulatú beszélgetésen esett át, és úgy hangzott az egész, mint ahogy mi fölépítjük a sztoriainkat hétről hétre, a jó zsaru és a rossz zsaru. Tehát gyakorlatilag ott voltak a szakmában, az e-cigarettában járatlan műsorvezetők, és Mujó hirdette az igét. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy annyira nem vagy jó marketing szakember, egyszer sem hangzott el, mert mondtad, hogy erről órákat tudnék beszélni. Fifika, mit kellett volna ezután mondani? Hallgassátok a podcastet. Hát ennyi. Az idő rövidsége miatt. Hallgassátok a podcastet, és akkor nem. Ennyit mondott. Erről órákat tudnék beszélni. És itt vége volt a mondatnak. Hát mondom. Most is órákat beszél. Olyan telhetetlen vagy. Egyrészt ezúton is köszönöm szépen Tóth Gábornak az invitálást, aki egyébként civilben a Puszi Együttes oszlopos tagja, és remek zenét csinálnak. Másrésztről pedig nem vagyok tájékozott benne az etiketben, hogy illik-e ilyenkor egy rádióműsorban a saját, úgymond rádióműsorunkat valamit. Tehát ez is közrejátszott, hogy nem reklámoztam. Hát azért egy viszonylag offline-ok vagyunk, kettő viszonylag mást is eléggé jól bepromóztál, illetve három, erre kitérhettél volna náluk az elején, illetve négy,
Nem kérdezted volna meg. Csak úgy tudod, mint a tévében, így integetsz hátulról, szia, anyu, itt vagyok. Na ez is olyan lett volna. És akkor gyorsan bemondod, hogy Párásító Podcast! És már mögöttünk lenne a kritikus tömeg. Mindegy. Én azt találtam ki. Ja, egyébként bocsánat, nem butaság, mert ugye az egyesületi honlapot például megemlítettem, úgyhogy nincs volt arra, hogy így van. Hogy az egyesületi honlapra ki lehetne rakni a podcastra valami odamutató valamit, és akkor már is átlékeztem. Kedves Krisztián, már is intézkedem. Köszönöm szépen. Egyébként, hát ott Charlie megoldottuk a problémát. Egyébként azért kicsit dagadta a mája, mert be fogom rakni majd az adást. És büszkeséggel töltött el, hogy bár nem vagyok hangmérnök, de szerintem értékelhetőbb volt a hangod nálunk itt, mint ott az adásban, lehet, hogy csak az álmosságod miatt. Mert röhögcsélt állítólag. Az, a hülyeség, az megy. Csempe a francba, az van! Kaja meg, semmi! Semmi. Szóval... Nincs igazad, Charlie, én meghallgattam magamat, egy ideje hallom a saját hangomat, úgyhogy nagyjából tudom, hogy milyen hangom van, és nekem teljesen elfogadható volt az ottani hangom, meg a podcastban is. Hát csak az a nem mindegy, hogy... A füleddel van baj. Az a nem mindegy, hogy hol van a hangerő szabályzó, mikor hallgatod magadat. Charlie, van még 10 másodpercet, hogy fényezzed magad. Nem erről van szó. Szóval azt találtam ki, hogy majd most adás végén ezt az adást megvágom, megcsinálom, és ez lesz az első alkalom. Kitelepülésünk már volt, Fifika, te abból kimaradtál, pedig nagyon Igen. jó volt a hangulata, ezt majd bepótoljuk, és akkor most csinálunk egy ilyen, várjál, csak annyit kell görgetnem, 39 per tilos, vagy 39 per 2, nem tudom mit, amit így, aki hallgatta, annak nem kell meghallgatni, én viszont úgy gondolom, hogy ez egy mérföldkő számunkra is, úgyhogy megvágom azt a részt, ahol gyakorlatilag beszélgettek erről, és akkor ezt egy külön podcastként fölraknám, hogy tényleg akit érdekel, az meg tudja hallgatni, aki hallotta az adást, az nem kell itt a műsor közben áttekergetnie, de azért mégis legyen meg az örökké valóságnak, és akkor ezúton is köszönjük szépen, hogy a hozzájárulásukat adták, hogy ezt az anyagot mi is közzétegyük. Majd a zenéket kivágom, mert az viszonylag távol áll tőlem a világa ennek a muzsikának, ami ott volt, ha nem haragszol. Én? Hát te, mivel te voltál ott, és te tudod a legjobban, hogy milyen macska zenék voltak ott? A zene egyetemes, sem. A nem zene egyetemes, igen. És egészen kellemes zenék voltak szerintem, de valóban a praktikum az azt kívánja, hogy ha már ecigivel foglalkozunk, akkor ne a zenék legyenek benne, azt, ha valaki azt meg csak tudnád az interjú kedvéért. Meg tudnád majd nekem itt írni a show notes-ba, hogy körülbelül hány perceknél vagy te? Tehát nem kell az összeset, csak mit tudom is én azokat a nagy blokkokat. A 31. percnél beköszönünk, és a 43. percnél kezdődik el a műsor. És ha jól emlékszem, utána két volt egy reklám is. Igen, az lenne jó tudni, hogy mikor 31, 43. Azokat majd átküldöd nekem. Hát úgy is meghallgatod, basszus, amikor elkezdődik. Persze, hát az van, hogy nekem ennyi időm van így péntek este 10 környékén, hogy ezt meghallgatgassam, az egész adást. Fiúk, 1 óra 13 perc, rámehetünk? Térjünk át az olvasói, illetve a hallgatói kérdésekre. Jó. Mizsei Mátyás kérdezte, illetve csak az ő mondata, interpretálom, cloud chasing, művészet, sport, vagy csak egy divat hullám? Van létjogosultsága? Kezdte, Mujó. Miért én? Akkor ne kezdte. Nekem aránylag sajátos véleményem van a dologról. Ezt még ilyen formában nem is hallottam, hogy ez művé. Persze, hogyha karácsonyfát tekersz, akkor az már akár lehet művészet is, bár azt a 3 éves gyerek is lefirkálja egy
darab papírra. Én azt gondolom, hogy a cloud chasing az egyrészt egy olyan elfoglaltság, ami ennek a hobbi jellegét erősíti, és nem a napi használatban jártas embereknek való, illetve igazán azoknak kéne művelni, akiknek már megvan hozzá mindenféle tapasztalatuk és tudásuk. Ugye ezzel szemben egészen mást látunk. Másrészt én nem hiszek abban, hogy egy félómos tekerés mondjuk annál a 30 másodpercnél tovább érdekelne ízbe gőzbe, mint ami a társaság kedvéért ott és olyankor képződik. Tehát napi használatra kizárt dolognak tartom, hogy valaki ilyenekkel rohangászom, vagy hogyha ezt használja nap mint nap, akkor ott valami probléma van. Tehát vagy kályhacső van a gigája helyett, vagy fogalmam sincs. Tehát De azzal egyébként tisztában vagy, hogy én mondjuk miket szívok. málnát. Nem úgy, te hülye. 0-6-os málna. 0-6-os málnát. És mi a 0-6? A tekerésed. Ja nem, hát annak a felese. De nem is ez a lényeg. Én általában azért ezeket a nagyobb gőzöket szeretem. Én inkább ezt, mint az ízeket. De az én véleményem, és utána rá fogok térni, hogy ez miért jó. Művészet. Nem művészet. A tekerés az lehet érdekes, de szerintem azt nem szabad összekeverni a cloud chasing-et ezekkel a mindenféle varázs tekerésekkel, hogy 06-08-as húzal, meg arra rátekerek még 02-est, az úgy szép, fölízzik 10-15 másodperc alatt, vagy ha alatta van egy 1000 wattos anyám kénye, akkor az úgy szépen izzik. Nem művészet, csak szép, de az nem a cloud chasing. Sport, hát akkor lehet sport, hogyha majd az olimpián is lesz külön száma. Mindenféle ilyen versenyek vannak, de nem nevezném sportnak. Divat hullám, annak se nevezném, mert nagyon sokan ezt hajszolják, meg ez tetszik neki. Hogy létjogosultsága van-e, hát azt mindig az ember dönti el, hogy neki. Tehát nem csinálja az, aki nem ezt szereti. És Szerintem Fifika fogta meg jól. várjál, szerintem nincs létjogosultsága. Én meg azt mondom, hogy most pont jól leírtuk Fifikát, nem ez mozgatja meg. Engem egy kicsit jobban megmozgat ez, mint a 100% PG-vel való gőzölés, és akkor ezzel jól le is írtuk. Megvan ennek a leképzése a vaper világba, valakinek ez jön be, valakinek a másfajta Mit gőzölés nevezünk? jön be. Egyébként én azt tartom Truvájnak ilyen szempontból, aki egy mehamodból ki tud hasonló nagy gőzöket szedni. Tehát az, hogy megveszem a kínai oldalakról a 150 wattokat írunk rá, meg 100 wattokat írunk rá, meg mit tudom is, hány wattokat írunk rá, és abból egy akármilyen tehetetlen béna tekerésből csinál egy nagy gőzfelhőt, azt nem tartom azért akkora truványnak, mint mondjuk az akkumulátor és egy mehamodnak a fizikai korlátait figyelembe véve, csinálni egy szép nagy gőzfelhőt úgy, hogy még íze is van. Szerintem azok, amik itt az asztalomon vannak, itt van mondjuk te láttad, Krisztián, hát ott volt a kezemben a Scarabeus egy 350-es Igen. aksival, láttad, hogy mekkora gőze volt. Vagy itt Szép. van egy másik dripper egy 650-es aksival, amit épp most egy steelpunkot tesztelgetek. De itt van az áj is, ami meg a napi tankos kazán. Ízlések és pofonok. Én azt mondom, hogy abban igaza van Fifikának viszont, hogy ennek nem ez az első lépcső sehova. És nem is ennek kell a legfontosabbnak lenni. És szerintem, ha valaki ilyenre adja a fejét, akkor, vagy ha ez tetszik neki, akkor nagyon legyen tisztában a fizikával, és vigyázzon magára és a készülékére, mert lehet, hogy nem elsőre, hanem másodjára, tizedjére, huszadjára fárad el az aksi.
és az csinálja a galibát. Engem személy szerint lenyűgöznek a trükkös, tehát abban sok trükköt nem látok, hogy egy alacsony ellenállásra tekert kazánnal baromi nagy légköbméter gőzöket fúj ki valaki. Az ilyen trükkös mindenféle alakzatuk fújása, vagy ilyesmi, az engem nagyon lenyűgöz, mert én még amíg bagóztam, se tudtam soha egy rendes füstkarikát kitréselni magamból, úgyhogy engem nagyon lenyűgöznek az ilyen szép trükkös kötfújások. Épp néztem múltkor egy ilyen videót, hogy fújt a srác egymás után 10-12 karikát, és a 13-at úgy fújta, hogy végigfújta az összes karikát, tehát belül végigment az utolsó karika az összesen. Hát én azt hittem, a bokámat lefosom. De egyébként hát ott voltál a múltkori Cloud Chasing Partin, láttad, hogy igen, nem az eszközön múlik igazából a dolog, mert ugyanazt szívtuk, és mégis más volt a mennyiség. Igen. Na, menjünk tovább. Técsi Imre kérdezte, mi alapján válasszunk mehát? Mik a szempontok, ha vannak? Tetsziken kívül más érvet még nem hallottam. Engem? Ezt most akkor kezdem. Na, ezt kezdte. Én leragadok a tetsziknél. Én nem. Tehát azért a kritikus pontokat nem árt átnézni. Hogy a csatlakozók miből vannak, hogy a kapcsoló kényelmesen, működtethetően, nem szorul, nem, és nekem ez után jön, hogy most tetszik vagy nem. Egyébként azért gázafasztekről vásárolni, mert nem tud kézbe fogni a cuccot. Nekem a fasztekről azt hiszem egy darab karavellám maradt meg, amit rendeltem, ilyen aranytartaléknak. Nyilván a kuzit használom minden nap. De azért az megint egy más érzés, hogyha bemész egy üzletbe, ott megfogdosod, megnézed, hogy tényleg réze az a közép csatlakozó, lehet-e állítani, be tud-e állítani az akkumulátorodhoz, hogy az alsó kapcsolót kényelmese működtetni, nem szorul, milyen a zsebzár, lehet-e hosszú távon jól használni, tehát azért ez és utána jön az, hogy tett. Mert lehet, hogy egy készülék tetszik, de hogyha a napi használatban megbukik ilyen apróságokon, akkor és hogy még kell, hogy rész legyen, hát nyilván azért, hogy minél kisebb legyen a készüléknek a belső ellenállása. Meg lehet ezt minden irányból közelíteni, tehát hogyha én nézelődök, én mondjuk úgy nézelődök, hogy ugye először látod és azt mondod, hogy fú, de szép. A legutolsó mod az pont ilyen volt, hogy nagyon megfogott, mert hibrid volt, egyben volt a tank a készülékkel, 350-es volt, kurva pici volt, na mondom, ez instant get, ezt meg kell venni. Puff, végignéztem a YouTube-ot, hogy lehet tölteni, hogy lehet használni. Ott jött a deal breaker, nem úgy kellett beletölteni a folyadékot, ahogy azt jó lett volna. És akkor beszéltem Andorral is erről, és ő elmondta a varázsszót, ha ennyit gondolkozol, és ennyire nem vagy benne biztos, akkor ne vedd meg. Mert hogy az a pénz, amibe került volna, az hát valami, várjál, mennyi volt? 250 euró volt egy 350-es hibrid mod. Tehát ennyiért nem érdemes. Tehát meg lehet közelíteni onnan is, hogy visszatérjek a gondolatmenetemhez, hogy megnézed, szép, tetszik, oké. Okay. És akkor nézzük, egy mehánál nincsen nagy variálás. Hogy működik a kapcsolója? Hogy lehet állítani? Milyen érintkezők vannak? Ennyi. És ha ezeknek úgy nagyjából megfelel a te elvárásaidnak, és legalább az érintkező felületek simák és részből vannak, akkor már úgy közelebb vagy ahhoz, hogy na, ez most a kosaradban landoljon. Az úgyis otthon fog kiderülni, hogy a kapcsoló milyen kényelmes, vagy tényleg az találkozó, eljössz, megnézed, megfogod, tetszik, nem is melegszik a kapcsoló, nem is esik nagyot a feszültség, és akkor berendeled. Ez így van, tehát az biztos, hogy nagyon sokat segít egy ilyen találkozó, és aki keres, az talál,
Én is azt szoktam csinálni, hogyha valamire kíváncsi vagyok, megnézem, hogy van-e róla videó a YouTube-on. És ha van, akkor már egy fokkal közelebb kerültél ahhoz, hogy helyesen tudj dönteni. Igen. Na, következő kérdés, egy adásunk vége felé, Szűcs Péter, utólagos aromázás témában. Nemrég a borsodi e-cigi kerekasztal esedékes találkozóján egy kedves vapertársunk elhozta nem használt megunt aromáit. El is fogyott mind, lecsaptak a kevergetők rá. Érdekes módon unokaöcsém is elvitt többfélét belőle, pedig életében nem kevert még, csak készleveseket házasított. Rákérdeztem, hogy minek neki. A válasz, a megunt készleveseket pár cseppel fel akarja dobni. Érdekes, de nem ördögtől való ötlet, hisz mentollal sokan csinálják ugyanezt. Vélemény, ötletek, mit mivel érdemes házasítani? Hűha! Ezt meg én kezdem, jó? Jó. Tehát én a aromázási aranyszabálynak szoktam minden kezdőnek elmondani, hogy ugye emlékszel, amikor gyerekkorodban vízfestékkel próbálkoztál, és akkor először összekeverted a pirosat a sárgával, és akkor lett belőle narancssárga, és ez még szép volt. Meg nem tudom, én tettél még bele egy kis kéket, akkor ugye elment egy picit a zöldbe, aztán került bele fekete, lila, nem tudom én, és mindig az volt a vége, hogyha ha 3-4 színnél többet keverte, hogy a végén kis libafocs zöld volt. Na most én nagyjából ezt tudom ajánlani mindenkinek, hogyha 2-3 íznél többet házasít, az szinte biztos, hogy a végén vagy a lefolyóba végzi, vagy ugye ez hogy szoktam ezt mondani, ez a kezdő vaper mentőve mentol. És akkor lesz egy valamilyen alsó hangon is kislibafos ízű mentolos likvid belőle. Ízeket meg, hát barátaim, én azt ajánlom mindenkinek, hogy menjen föl olyan honlapokra, ahol mondjuk üdítő italokat árulnak, vagy kevergetnek. Rettentő nagy divat most a gyümölcsös ízekkel szórakozni, és nézze meg, hogy mit mivel szoktak házasítani üdítőbe. Mert ami ott jó, az valószínűleg likvidbe se lesz rossz. Fanta kóla, mielőtt bárki bármit mond. Egy az egybe. Így van. Tehát amit mondjuk egy normál gasztronómiában összeházasítanak, mondjuk mogyorót a vaníliával például, az valószínűleg... Kolbászt akartam mondani. Igen. Az valószínűleg likvidben is jól fog mutatni. Vagy mit tudom én, a lime-ot a mentával, az likvidben is jó fog mutatni. Tehát inkább ebbe az irányba kell először eltapogatni, mielőtt össze-vissza öntözgetünk minden szart minden szarra. Tehát ennyi. Egyébként én nem vagyok híve ezeknek a már nekem nem kell likvid. Egy, általában már nekem nem kell likvidek, vagy aromáknak a címkéje már szinte az olvashatatlanságig el van koszolódva. Fogalmunk sincs például lejárati időről, és lehet, hogy egy lejárt aromával elcseszel egy halom likvidet, nem beszélve arról, hogy még mondjuk szar is lesz az íze, meg lehet, hogy szétcseszi a torkodat. Ennyi. Tehát én ehhez többet nem akarok. Jön pedig még, most találtam hirtelen, hogy egy másik helyre is beraktam. Bór András kérdezte, hogy és mondta, és akkor majd reflektálunk. Én a legelején a két gyümölcsös íz cseréjénél is teljesen kimostam az integrált patronomat, lévén, hogy kb. 3 perc alatt megvolt, de amióta RBA-t használok, kevésbé van kedvem íz cserénél mosni, újra vattázni, stb. Elmondanátok a tapasztalataitokat az ilyen íz egymásra öntögetéssel kapcsolatban? És akkor itt az első kérdésnél meg is állok. Mert RBA-t mondtál. Én viszont... nagyon ritkán szoktam ízcserénél bármit is cserélni, és nem csak RBA-nál, lehet az dripper, lehet az nekem Typhoon GT, nem. Kiszívom csontra, vagy az a pár csepp, ami benne marad, azt akár benne is hagyhatom, vagy sem.
és mondjuk egy tájfunnál 5 milli, tök más, de gyümölcs, mondjuk egy gyümölcsöset szívok, egy másik gyümölcsös ízt rátöltök, és a harmadik, negyedik sluknál azt az ízt fogom érezni. A drippernél meg aztán pláne így van ez. Az a titka, hogy nem keverem egymással a fő ízeket, tehát gyümölcsre nem öntök rá dohányt. Amit egyébként lehetne például, tehát gyümölcs felől mehetünk vissza a dohányhoz fordítva, képtelenség. Nem tudod a tankot úgy kiszívni, meg egyáltalán azt még mosni se nagyon, hogy a dohány az úgy eltűnjön belőle, hogy ne érezd utána. Illetve a másik a mentol. Tehát, hogyha egy mentolos likvidet szívsz, akkor nagyon-nagyon sokáig most a GT-ben szívtam valami, várjál, mi volt az? Blue Eyes Mystic-től. És most már a negyedik tankot szívom, utána is még mindig érzem azt a mentolos ízt egy tök másik ízzel kapcsolatban. Úgyhogy ez az én tapasztalatom. És akkor itt ugye itt volt, hogy úgy kérdezte, hogy van olyan íz, amit nem érdemes mosás nélkül a másik után szívni ugyanabban a kazánban. Igen, én a dohányosoknál gondolom így, hogy persze ez a saját véleményem, hogy egy dohányos után nem tudsz gyümölcsöst szívni mondjuk mosás nélkül. Nem tudom, ezzel egyetértetek-e? Többé-kevésbé igen. Vannak olyan ízek, amik kiírthatatlanok. Nem, a levendula az nem, ráadásul ugye az egy aránylag, nem egy aránylag, hanem az egy természetes összetevő. De például mit szoktak az őrgréták ízesítésére használni? Cukrot vagy citromlevet. Nálatok. Jaj, ne harcoskodjál már, most jöttem haza Londonból, ne harcoskodjál már. Tejet. Viszkit. Nem. Kaktuszfügét. Ó, de hülyék vagytok. Istenem. Kolbász. TFT monitort. Azt. Vacsal pörköltet. És sózott. Kókuszolaj. Én az integrált kazánokat sem takarítottam, meg a mostani felújítható kazánokat sem takarítom, mert ahogy Charlie mondta, igazából a kiszívod a benne lévő likvidet, a következő néhány sluk után olyan szépen átmossa a fűtőszál környékét az új likvid, hogy nem nagyon kell ezzel szöttyögni. Az egyetlen egy kivétel a mentol, de mivel én sosem szívok mentolosat, csak max néha megkóstolom valakinek a valamiét, ezért ez a veszély nem fenyeget, de a mentol az beeszi magát jóformán egy életre a kazánba. Nagyon nehezen jön ki. Ami miatt viszont én nem értek egyet Charlie-val, hogy a dohányosokkal nem szabad visszafele menni a gyümölcsösök felé, hogy így viszont én már többször teljesen véletlenül rábukkantam nagyon jó ízkombinációkra. Várjál, de most eltévesztettük a házszámot, mert kijött a két ízből egy jó ízkombináció. De nem az volt, hogy a dohányos után rátöltött egy gyümölcsöst, és mondjuk 5 sluk után már csak a gyümölcsöst érezted. Nem, nyilván hanem az elején. Lett egy jól sikerült dohány-gyümölcs mixed. Tehát én erre mondtam, persze, lehet abból valami jó, csak az egy harmadik íz lesz. Igen, az annyira bejött nekem például, hogy úgy szoktam kérni mostanában, hogy egyharmad ilyet, kétharmad olyat, mert olyan szépen egymásra találta a kazánba az a két íz, hogy jó éj. Na, közben megtaláltam, tehát bergamottal ízesítik a... Mivel? A samottal, üveggyapottal. Az őrgrétet, és a bergamott aromát, azt egyszerűen beleteszed egy kazánba, azt szívhatod te olyan csontszárazra, amilyenre akarod, a 20. töltés után is érezni fogod a bergamottot benne. Illetve Hellfire-t se szívjon senki, mert utána Gergőnél landol. Igen, ócsó pénzé. Volt itt még egyébként egy nagyon-nagyon hosszú kérdés. Ezt én átraknám inkább, mert ez megint a klón és az eredeti témában boncolgatja a kérdést, ezt átraknám jövő hétre. Jó. Mert megérne egy pár mondatot, pár gondolatot, de ez most már tényleg sok lenne.
Úgyhogy nem tudom, van-e még valami a videón és a kultúrán kívül, amit... Na, nincs szerintem. A kultúrát azt Krisztián rakta be. Várja, Indiegogo, ez megmozgatja az én fantáziám is. Jaj, ez egy nagyon remek, a múltkor találkoztam vele, kérlek szépen. Egy, hogy hívják, Csepella Oliver nevezetű grafikus a fejébe vette, hogy a nyugatos írók szereplésével az akkori korban játszódó zombis képregényt fog rajzolni. Tehát itt Porcelánától kezdve minden, és most egy 200 oldalas képregényt tervez csinálni, készíteni, illetve nem tervez. Várjál, jól látom, József Attila, nem vagyok a főnökötök? Ő az? József Attila az nem az akkor, de viszonylag hiányos vagyok. Nekem nagyon ráhajasz szerintem azon a köszönöm felirat fölötti. Az nem József Attila, az nem József Attila, de nem jut eszembe, ó, hogy pedig a baj. Kosztolányi, az nem pedig a nem bajsza egyből arra. Nem. Ah, pedig tudtam, de az irodalom nem erős oldalon, úgyhogy nem tudom, de nem, az nem József Attila. Hát te hülye, ez nagyon nagy. Nyugat kutyái. Van önök között orvos? Nem, valószínűleg nincs. Nagyon-nagyon keménynek ígérkezik, és hát az úriember a kezdeti ötletek után kiírt egy ilyen közösségi finanszírozású projektet az Indiegogón, és nagyon érdekes, közel 3 millió forintot készült összekalapozni, az 12 ezer dollárra tagsálta ő, és kevesebb, mint 24 óra alatt összejött a 12 ezer dollár felajánlásomból. Zárójel, 23 nap még hátra van, 162%-nál tart, 19.500 dollár most. Nagyon jó pofa dolognak ígérkezik. Ez tényleg jó pofa. Na, a videóról meg annyit, hogy van egy ilyen verseny, az amerikai ninja harcosok cím. De ez egy ilyen tévévetélkedő jellegű dolog, de olyan iszonyatosan nehéz pálya van rajta, amin a férfiak 99%-a elvérzik. Egyetlen egy darab nő végig csinálja a pályát. Tehát azért érdemes megnézni a videót, hogy ez a vékony és törékenynek kinéző nő milyen lelki erővel és hogyan tudja ezt a pályát teljesíteni. Hát meg azt nézem, hogy milyen könnyűnek tűnik így, hogy hát, így végig szögdel rajta. Igen, igen, de aztán egyre nehezedik. Tehát ott van olyan feladat, amit így végignéztem, és mondtam, hogy tehát a kapaszkodóig elugrani nem bírtam volna, nem hogy végig menni a pályán. Nagyon durva. Nagyon durva. Megkerestem, Charlie, nem József Attila, Babics Mihály. Babics Mihály, igen, igen, az a tömött bajuszos. Egy kutya mindegyiknek ilyen bajsza volt. Találtam egy másik képet, ahol Móricz Zsigmond egy vadász puskával. Nagyon kész. Jaj. Egyetlen egy picit, nem is tudom, ordas hírt hagynék a végére. Charlie majd biztos követelni fogja, hogy dobjam be a linket, de fönt van valamelyik csoportba. Valakik megcsinálták az e-cigaretta ellenes Facebook csoportot. Várjál, azt néztem én is, de ez 2012-es. 2012-es, ez a guminő, az e-cigaretta, guminő, az e-cigaretta, és az alkoholmentes sör. Igen, és ez szerintem valami egy hétig élt azzal a tizen pár userrel. És naponta című. Egy-egy kommentel, hogy ide a sört. Igen, és az aláírás road to hell. Igen. Na, hát akkor erről ennyit. Nekem ez újdonság volt. Nem baj, ilyen is van. Találjuk Bocs, ki a... Radikális szövetség. Radikális találjuk szövetség. Ki az adásnak a címét. Csináljunk úgy, mintha nem beszéltünk volna 20 percig róla az elején. Jó, rendben. Mi legyen a cím? Akkor melyik maradt? Hát, a...
patikás vonalon voltunk szerintem. Igen, annyi szó esett a gyógyszer mi voltról, és nekem teljesen az volt az érzésem, hogy végérvényesen elgurult a gyógyszer az illetékeseknél. Nem csak a te érzésed. Jó, szerintem akkor maradjon ez a címe, és akkor úgy csináljuk, hogy fölrakom most ezt az adást, és akkor hát azt mondom, hogy a késő van már, a tilosos sztorit, azt valamikor hétvégén fölrakom egy ilyen 39 per, vagy mit tudom is én, special 39 edition és fél. Adásként, annak, aki nem hallotta volna egyébként az anyagot vágott formában. Tehát akkor legyen ez a címe, elgurult a gyógyszer. 1 óra 40 perc. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Fifika, nem köszönöm. Óriási. Fifika bealudt. Hát tudod, ő már abban a korban van. Igen. Hát minden esetre köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!